Szervusztok, Kovács István vagyok Sopronból. Én a Jószíszét már alkalmazom, illetve mindenkit erre buzdítok. Én szeretnék most mondani, hogy egyrészt köszönjük Pisinek a szavait, illetve most hajni fog az adózásról, illetve a tőletek, tőlünk adó címen ellopott pénzekről beszélni. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindenki valamilyen ismerősnek, barátnak, rokonnak a megkereséséből van éppen itt jelen. Látjátok, semmiféle párt, támogató szervezet nincs mögöttünk. Amit itt láttok, hevenyészet székeken, asztalokon, a Lukács Tibornak a birtokán rendeztük meg. Kicsit csúszással, de nagy szeretettel vártunk titeket, illetve én megmondom őszintén sokkal nagyobb létszámra és tömegre számítottam, de hát jó magyar szokás szerint várjuk mástól a megoldást, és közben a saját kezünkben van. Csak nem hiszük el. A saját rokonságunkban is szét kell nézni, szüleink, testvéreink egyszerűen nem hiszik el azt, amit az illegitim hatalom a tönkretételünkre, a megsemmisítésünkre most, amit a háttérben végeznek, ami zajlik. Nem akarom nagyon ragozni. Ez a nap erről fog szólni, ugye, hogy több oldalról megvilágítsuk a jövőnkről, a jelenünkről, illetve a múltunkról. Lesz itt, aki tényszerűen fog majd, meg volt már, aki ugye beszélt, hogy mit lehet majd végezni, és igazából saját magunkon, rajtunk múlik, egyes embereken, és amikor egyes emberek összefognak, akkor lesz belőle a közösség, és akkor fogjuk tudni az igazunkat képviselni, és kiállni egymásért. Mi egy asztalnál szoktunk enni, testvérekké váltunk, itt egy olyan közösség alakult ki, és van kialakulóban, aminek a létszáma rajtatok, rajtunk múlik. Ha ti lesztek azok a hírvivők, amikor én is hírvivő voltam, meg vagyok, mint a Hajni, a Tibor, a Misi, bármelyikünk, menjetek majd haza, a ma hallottakat ellenőrizzétek le, tanuljátok meg, és utána kezdjétek el hozni a rokonaitokat, a barátaitokat, munkatársakat, volt osztálytársakat, volt óvodástársakat, szomszédot, bárkit és mindenkit, mert már az utolsó óra után járunk. Heteink vannak hátra. Ha mi nem fogunk valami olyat tenni, amitől ezeket le kell taszítani. Tehát letaszítjuk. És mindenkinek meg lesz az 5+5 milliárd dollárnyi fedezetű vagyona. Ez nem hitetlenkedni kell vele, hanem el kell vennünk. Mert ez jár. Minden embernek a földbolyón. És most következik Hajni, és beszél az adókról. Szervusztok!